Ahogy azt már elmondtuk, egy hetes éhségsztrájkba kezdett Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök és három demokratikus koalíciópárthoz tartozó párttársa a Kossuth téren. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy erőteljes politikai gesztusok kellenek ahhoz, hogy a néma és apatikus választói sokaság megmozduljon. Gyurcsány Ferenc értelemszerűen a Kossuth téren van, nem itt a stúdióban, úgyhogy most a technika segítségével fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok! Meg fog mozdulni ez az apatikus közönség, ahogy ön fogalmazott? Hát nézd, ez a vágyunk és ez a reményünk. Azt hisszük, hogy ezekkel az erőteljes politikai gesztusokkal talán át lehet törni az érdektelenségnek és a némaságnak a falát, és azokat is arra tudunk biztatni, hogy ne törődjenek bele, ne tekintsék megváltoztathatatlannak Orbán világát, akik egyébként inkább elfordultak a politikától. Ez a rezsim tönkretette az életünket, mi okunk van arra, hogy elfogadjuk, hogy lassan leválthatatlanná próbálja magát tenni. Nem tudunk sokat ennek a regisztrációnak a részleteiről. Annyit tudunk, hogy 2013. szeptemberétől és a választások előtti utolsó két hétig lehet majd írásban is, személyesen is, levélben is, elektronikus úton is regisztrálni. Hogyha lesz épp elég idő, és az ellenzéki pártok is tudnak épp eléggé kampányolni és mondjuk mozgósítani, akkor mi a baj ezzel a regisztrációval? Nézze, nem kétséges, hogy a regisztráció az meglévő jogot fog elvonni. Azt a jogot, hogy a választás utolsó pillanatáig dönthettünk, hogy el akarunk-e menni választani, és hogy kit akarunk támogatni. Minden beavatkozás ebbe az ügybe, ráadásul minden olyan beavatkozás, amely most már sokadik alkalommal az ellenzékkel való érdemi együttműködés nélkül történik, természetesen azt a kétet kelti minnyájunkban, hogy azt a meggyőződést erősíti, hogy bizony ez a sokadik olyan lépés a választókeretek átrajzolásával, a határon túliaknak adott választójoggal, amely mind-mind arra szól, hogy az egyébként támogatóit elvesztő Fidesz hatalomban maradhasson, akkor is, hogyha egyébként a többség már a pokolba kívánná. Na de még egyszer mondom, tehát hogyha nem az lesz, hogy egy hónapon belül és csak személyesen és nagy macerával lehet regisztrálni, hanem hosszú időn keresztül, 8-9 hónapon keresztül, akkor gyakorlatilag az ellenzéki pártoknak, mert mindenkinek, hogy a bizonytalanokat megmozgassák és arra késztessék, hogy ők is menjenek el szavazni, hát akkor két kampányt, vagy hát egy hosszabb idejű kampányt kell majd kezdeniük. Nem csak erről szól ez a történet? Nemzetközi kutatások sokaságából tudjuk, hogy a választáson résztvevőknek negyede, harmada az utolsó napokban, az utolsó egy-két héten dönt végül is arról, hogy mit fog csinálni. Ez a sokaság, ez egy jelentős sokaság, ez veszíti el most a jogait. Más oldalról pedig a mai kormánypárt híresült el az úgynevezett Kubatov listákról. Az emberek félnek. Gondoljuk azt, hogy bátran, nyugodtan le fogják adni az adataikat egy olyan kormányzati hivatalnak, szervnek, amely fölött lényegében semmilyen ellenzéki, parlamenti ellenőrzés nincsen. Aki egy picikét is mozog Magyarországon, azt látja, hogy hát ha valamiben nem lehet megbízni ebben az országban, akkor a Fidesz tisztességében, és miért gondolhatnánk azt, hogy tisztességes lesz egy olyan választási rendszer, amely megint kivonta magát az ellenzék együttműködésből és a parlamenti ellenőrzésből. Selmeci Gabriella reagált a mai akciójukra, vagy a ma kezdődő éhségsztrájkra, és azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy négy középkorú férfi összeköltözik egy sátorba a belváros közepén, ez nem hangzik túl izgalmasnak. Mit szól ehhez? Hát nem tudom, hogy Selmeci Gabriellát mi izgatja fel, őszintén szóval nem is nagyon szeretném tudni. Ezt kedvesével, barátjával, barátaival beszélje meg. De hogyha már ironizálunk, akkor azt tudom mondani, hogy akár még örülhetek is, mert mondhatta volna, hogy öregecskedő pasik vagyunk itt, mind a téren. De megnyugtathatom, mi négyen négy külön sátor részben alszunk. Ne izguljon a mi erkölcseink miatt. Ha erkölcs miatt kell izgulni, akkor saját kormányának az erkölcse miatt izguljon. Azt az öreget, decske, dőcske, kecske, sok raggal a végén, azt nem Selmeci Gabriella mondta, ha jól emlékszem, de mindegy, ez most nem a mai napnak a témája.
7 nap éhség sztrájkkal eltöltött nap, és mi lesz utána? Tehát minden megy a maga rendjén, a kormány nem fogja az ötletét elfelejteni ettől, nem fog ettől eltántorodni, és akkor utána mi lesz? Hát először is az, hogy szombaton délután 15 órakor a Batthyány-Örök Mécsesnél lezárjuk egy nagy gyűléssel ezt a hetet. De nem vagyunk naívak. Eszembe sem jut, hogy a kormányra próbáljuk meg nyomást gyakorolni. Hogyha én Jan Palákként felgyújtanám magamat a Kossuth téren, az sem érdekelné ezt a kormányt. Nagyon tudatosan, nyilvánvalóan mi a választókhoz próbálunk eljutni ezzel az akcióval, és ősszel más, ehhez talán nem hasonló, de remélem, hogy a választók lelkét, szívét megdobogtató módon próbálunk hozzájuk közelebb jutni, és biztatni őket, hogy ne törődjetek bele, akarjátok elzavarni ezt a kormányt, ne legyetek nyugodtak, ne mentsétek föl magatokat. A politikusok képviselik a választókat, de a végén a választók váltják le a kormányt, nem a politikusok. Ezért aztán van dolga a választóknak. Őket akarjuk kicsikét fölrázni, fölébreszteni. Pont az éhségsztrájk miatt ma ön és két képviselőtársa a parlamenti ülésen nem vettek részt, de hát egész biztos, hogy értesült arról, hogy miket mondott a miniszterelnök a nyitó beszédében, mármint hogy a őszi ülés szakott megnyitó beszédében. Azt mondta egyebek mellett, hogy nekünk nincsenek igazából gondjaink, vagy a mi gondjaink nem olyanok, hogy az amiatt nekünk IMF hitel kellene felvennünk, tehát Európai Uniónak vannak betegségei, az eurozónának, sajnos ezért vagyunk rákényszerülve. Nálunk egyébként szinte minden oké. Okay. Hát lehet, hogy a miniszterelnöknek jól megy a dologa. Én ezt nem tudom, nem ismerem a családi kasszáját, de azt látom, hogy ehhez képest százezreknek vagy millióknak meg nagyon pocsékul megy a dologa. Miközben szerintem nincsen válság, a reál jövedelmek csökkentek Magyarországon az elmúlt egy évben. Miközben nincsen válság, Magyarország produkálja a legrosszabb inflációs adatot, megy tönkre a pénzünk, egyre kevesebbet ér a pénzünk. Közben kevesebb embert vesznek fel az egyetemre, közben lényegében csak nem romokban hever a magyar egészségügy. Ha a miniszterelnök szerint minden rendben megy, akkor igen nagy kupi lehet az ő fejében, meg az ő házatáján, mert mi szerintünk ez nem rendben menő ország, hanem egy tönkre menő ország, amelyet a fő felelősséget ő viseli. Ha lesz IMF megállapodás, az csak olyan lehet, hogy nem olyan lesz, mint a 2008-as. Tehát azt mondta a miniszterelnök, hogy majd a kormány kidolgozza a feltételeket, és hát olyan megállapodást az biztos, hogy nem kötnek, mint amit az ön miniszterelnöksége ideje alatt kötött az ön vezetésével a kormány az IMF-fel. Mert hogy az egy rossz és megszorításokkal teli IMF hitel volt. Az egy rossz megállapodás volt? Nézze, nem akarom bántani a miniszterelnök urat, bár rászolgált, de annyi mindent mondott ő már IMF megállapodás dolgában, ahány nap annyi megjegyzés. Most látom az utolsó szövegpanel, mióta ez a rétes tészta nyúlik most már hónapok óta, hogy ő jobb megállapodást akar kötni. Mi 2008-ban saját politikánkat hajtottuk végre, az a meggyőződés vezetett bennünket, hogy abban a helyzetben ezt kell csinálni az országnak. Akkor is, hogyha abban voltak nehéz döntések. Nem azért tettük azt, mert az IMF vagy bárki más ezt követelte tőlünk, hanem a legmélyebb meggyőződésünk volt, hogy így szolgáljuk a hazánkat. Az, hogy egyébként ezzel más egyetértett, többek között az IMF is, és hajlandó volt ezt a programot támogatni, finanszírozni, az azt gondolom, hogy nem baj. Orbán álljon elő most már sok-sok hónappal az első megjegyzéseket követően, hogy mit akar csinálni Magyarországgal. A mai parlamenti beszédében egy árva szót nem beszélt erről. Úgy tett, mintha Magyarország a mennyekben élne, és minden lényegében a boldogság örömtüzében éghetnénk, és nem mondja azt meg, hogy milyen programot ad, mit akar csinálni, hogyan fogja átlakítani az országot, mihez kér finanszírozást, mihez kéri az IMF együttműködését. Majd, ha látjuk Orbán programját, akkor majd elmondjuk, hogy jobb vagy rosszabb-e az, mint ami a mi programunk volt 2008-ban, egy egyébként nagyon más szituációban, egy világválság közepén, akkor, amikor Németország gazdasága is 7%-kal zuhant. Ez még csak az első nap a hétből, amire szintén Selmeci Gabriella azt mondta, hogy hát nem nagy kunszt, ez egy tisztító kúra. Szóval, hogy az első nap után talán még nem nagyon érzi, hogy milyen vagy hogy fogja bírni, de hogy bírják eddig? E-
Eddig tényleg jól, teával és sok-sok-sok vízzel. Mind a négyen jól vagyunk. Orvos van velünk reggel és este. Arra számítunk, én is arra számítok, hogy valamikor a hét közepe táján lesznek a nehezebb pillanatok. Erre készültünk. Azt remélem, hogy lélekben, fejben, szívben elég erősek vagyunk. És hát azért is kellenek a támogatók, akik ide jönnek, mert hogy mondjam, amikor azt mondják, hogy csinálják, azt mondják, hogy ez fontos, azt remélem, hogy a nehéz pillanatokban majd erőt fog nekünk adni. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra.